Sziasztok srácok, én Vitya vagyok, és akik követik a streamet, követnek Twitch-en egész pontosan, azok tudhatják, hogy szeptember hónapban sikerült lemenni Legend Rankra már 15-én, ha jól emlékszem, egy nagyon-nagyon broken undorító Discard locknak köszönhetően. Ez úgy indult, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg azokat a számokat produkálja, ami a HS replay statisztikái voltak, és hát igen, nem csalódtam, szerintem tokkal vonóval egy olyan 120 meccsből talán 8-9 lúzzal sikerült lemenni honnan? Azt hiszem Bronze 6-ról Legendre, és igen. Elég broken, elég tragikus, és hát már ezt hoztam el, mondom, ha már meglett a Legenda, és amikor tényleg, amikor ez a videó már élőben lesz, valószínűleg a nerfök már jönnek, szóval ez a deck már nem lesz ugyanaz, úgyhogy egy kicsit úgy az utókornak is itt hagyjuk, hogy bizony milyen broken volt ez a deck, és majd 2 év múlva felemlegetjük, hogy emlékeztek még a diszkolokra, na akkor erre a diszkolokra gondolok, és nem az ungoró alatti diszkolokra. Régi motorosok vágják, srácok, jó szórakozást a videóhoz. Hol vagy? Ja, lejjebb egy kicsit. Shop külön minigame, let's go. Hát, hát, de megveszek kettőt, úgyse lesz legendary az elsőbe. In Before Legendary volt az első, hogy ne kelljen még egyszer shop minigameznem. De mert lesz 3v3 és kell még egy center. Á, az én térdeim az már nem kívánják nagyon. Sőt, hogy az egész lábom. De is ott van a Caverns of Time pak. Ja, de azt nehezebb eltalálni, mert nagyobb és ugyan nagyobb. Mondom. Jó, mindegy. Mindegy akkor. Jó, mindegy. Pedig én azt hittem, hogy azt is megnéztem. Ezt mondom, hogy úgyse lesz az elsőben, és mégis. Ha, mit ad Isten? Nem is értem. Na jó, van, akkor innentől kezdve viszont gold szévelés. Jó, van legendary erővel. Vajon folytatódik-e a tegnapi streak? Wild Warlock és V. És meg lesz a legendary, akkor ha már kintottam Anubarakot, akkor összedobunk egy Anubarak rugót. Hű. Mi van, mindjárt 8 óra? Jézusom, mennyit tököltünk ezzel a questtel? És hát főleg én, ugye? Anubarak vízben vicceske, igen? Mi ez a kezdés megint amúgy? Mi ez? Édesanyám, csalnak. Jaj. Á, itt cool. Most mert a kombó, milyen kombó? De milyen kombó? És ezt meghagyom következő körre. Akkor Hero Power. Á, nem, nem. Nem, most Legendrán van, most nem bohóckodunk. Most nyomni kell ezerrel. Az mondjuk egy taktikai játszás volt a kollégától. Tehát én nem most láttam először ilyet. Nem biztos, hogy szeretnék annyi lapot felhúzni. Náfem. Végre. Oké. Okay. Ebből az fixiét lesz sajnos, de...
Széttauntoljuk. Tudom, hogy most az a plusz 2 plusz, hogy ezt szerintem már kinda nem fog számítani. Mert ha most ezzel kezd valamit, akkor... Jó van akkor. Akkor jó. DK csak pislog, hogy mi történik. Fix. Nem látta még. Na, elméletileg most kell még 7 meccset zsinolni, még a hetet azt kimondhatom. Ha, az mondjuk epikus pont, hogyha 4 meccset, vagy mi az nem, hetet most mondjuk, akkor pont 4-20-on lesz a Warlock win, és ja. Gyors volt, igen, ez sajnos egy ilyen deck. Ja, ez sajnos egy ilyen deck, tehát ezt nem azért játsszuk, mert tök fun, hanem mert ezt kell játszani sajnos, mert a 3 bites agyam már sajnos nem dolgozza fel úgy a HS-t, mint régen, ez viszont pont elég a 3 bit. Meg a Gyraxus, amúgy ezek ellen nem lesz jó ez. Sajnos. Még ezek ilyen Hyper Agro Unholy DK-k, bár ez ellen minden lassú. Hát ez siet, ez fut siet. Kukacodat. Hát. Kell sokat gondolkozni az ellen mi játszik, vagy mégis a gondolkodás. Amúgy egy jó szolárium. Nem merem először elnyomni a Soulfire-t, mert diszkárdolja a Tudjátok mit? És nem! Segít, mondjuk ezt jobb lett volna felhúzni a szoláriummal. Na nézzük, mennyire éri meg. Hát amúgy kinda sem ennyire. De legalább húzunk helyette, és 2 Expired Merchant a kezünkben. Van Megalocation. Megalocation. Szétmegy. Ha mondom. Ugye ez is ilyen discard type beat szerintem, de ez egy kicsit... kicsit lazsb. Ezt csak remélni tudok, de azt nagyon. Amúgy a Fist of Gyraxus igen, mert az most mehet arcra. És van még egy szóbarázs. Hát. Na az Expired Merchant-et létsz... Jó! Jó, hát a következő körben... Ha az a drága jóisten is úgy akarja, akkor nyerünk. Mondjuk van Coin meg Hellfire, de abba 2 életben marad, és amúgy elég... Egy szó... Hát mondjuk 2 szóbarázs meg, ez a 2 az úgy elég. Úgyhogy fasza. Megalocation. Á, szét lesz nörfölve, fix. De undi ez a deck tetszik. Ez amúgy itt... Ez egy szar. Igen? Hát te Shomsz azért az kemény, nem gondolod? És ez így még nem, de ha... Hülye vagyok, hát ez a másikat is diszkárdoltam, nem baj, így is jó, mert ha... Minden, ez így is jó, ez a szarabb út volt. Ez a hosszabb út volt. Megtréfáltam, még több lapot húzzak, mert az achievementek meg ugye kellenek. Nice, dia 2. Jó van. Fasza. Tovább. Egyedik körös letáll. Valahogy harmadik körös letáll. Akkor adja ki igazán, hogy ha a harmadik körben letáll. Egyébként ez a Wild top deck egyébként, és szerintem a 3 és 4 ezer dust körül. Hát mondjuk, ja, valahol ott lesz. Elég sok rare van benne, de ezzel meg nincs. Hát igen, lokkokon. Kötegeken.
Első körös Solarium or Nobles. Szerintem amúgy hátha. Hátha jelleggel. Fixálják ezt a fosom location-t Wildest Wizben. Si. Amúgy lehet, hogy nem megtartom harmadik körre ezzel a fityek mellé. Si. Rossz matchup, még hatodik körig is mehet a meccs. Igen, egyébként nem is vagyok büszke magamra, hogy ezt a decket játszom, sajnos. Try vagy következő körben? Amúgy ne, can't try. Mert amúgy jó lenne, de nem. Következő körben az lesz plusz... Plusz 2 plusz 2-t kap, nem plusz 2 plusz 1-et. Miért emlékeztem plusz 2 plusz 1-re? Azok mörlokoknál van. Megfordítja a két számot a location, akkor is giga OP. 3 mana 2-ért? Hogy ne. Még akkor is. Hát van, hogy ebbe a deckben van, hogy nincs kihasználva a harmadik fütyk. A harmadik charge. Kiütöd? Nice. Hát, mink szoláriummal ezt jobb lett volna felhúzni, de hát istenem. Target dummy. Szolbarás. Igen! Se veled. Se nélküled. Jönni fog a Dark Bargain amúgy, tehát nem tudom hova örülök ennyire. De jó. Szerintem nem gáz. Gáz a deck, mindenki azzal játszik, amivel akar. Amúgy nyilván csak vannak ugye számok, meg ilyen téren, ilyen statisztikát produkál ez a deck. De kinda nem vicces, van majdnem 75%-os win rate-je van egyébként. Mit csinálsz? Mit csináld? Ne csináld azt. Ha, az öreg Cab of Vindictus. Jó Isten, itt is minden tele van. Oh, let's go! Ó, hát jó, igazából jó, az egyik lap az olyan lesz, ami discardolva lesz, ami nem jó. Nyilvánosan, nehogy tudjak lapot húzni. 4 HP, és azért innen nem egyszerű. Bár szerintem ez a nagy verziója. Nem tudom, hogy emberek miért játsszák a nagy verzióját, mert ez ellen a deck ellen nem jó, és ugye ebben a metában kinda ez ellen a deck ellen kell jónak lenned. Nice. Újabb elképzelhetetlen győzelem. Zsa. Az nem klasszik lap. Már hogy nem? Mert csak klasszik kártya, tehát nem releváns. Ja, igen? Ezt nem tudom. Ezt megtartom már legalább valami. Ezt nem is tudtam, hogy olyat ad. Amúgy én se tudtam. Hát, még ha tudtam volna. Tututututatata. Ilyen gigabroker lenne, ha bármit adna. Hát amúgy. De régen nem? Régen nem csak klasszik lapot adott, ugye? Even Shaman. De... Fasza, itt van minden discard, most már csak valami discard mechanika kellene. Mondjuk egy location. Büfi. És volt tészt a programozóknak. Mi ez? Mi ez? Jó, fasza, akkor most már csak valami discard fodder, vagy hát nem fodder az van, vagy discard mechanikát szeretnék kérni. Most jelenlegi kezembe egy Dark Bargain például. Ez fityk. Hát ugye ez itt tényleg fityk, tehát azzal nincsen gond, ez tök jó, meg tök szeretem, imádom. Vagyok végig, de kén valami.
Aha. Hát végül is. Hát. Hát az a kéz az nem az, de még lehet az. Például a kokáért a következő körben. Vágom. Tudom, hogy az a játék. Hát. Ez lehet, hogy nem az a meccs. Christoph Jaraxxus vagy Szó Barázs igazából, kind of whatever. Igen, amúgy erről beszéltem. Hát, ez nem az a kéz volt. Azt mondom, hogy akkor az Expired Merchant-et inkább megtartottam volna, de hát ugye. Mindig utólag okos az ember. De hát. Az rettegés. Mondjuk ennek a decknek, igen. Neki mondjuk pont kiadta. Passzám meg jól. Ez kellemetlen. Hát ez fakereszt amúgy, igen. Az vagy nem tudok következő körben semmit csinálni. Az viszont BM. Jézusom. Jó, ez a totem szinergia, ez rendesen jön. Na jó van, amúgy szerintem... Jó, megvan még, hogy mit húzok fel. Solarium, let's go! Nice! Na. Akinek erősebb kezdése volt, az nyert. Bár nem tudom, hogy ezzel a kezdéssel tudtam-e volna bármit is csinálni. Szerintem kinda nem. Talán egy early szólbarázs. The United One, köszönöm szépen a követést, üdvözölek a csatornán. Standardban mondjuk csak ötödik, de 50% virét fölött. Wildban negyedik, ott is 50% virét fölött. Twistben meg harmadik legjobb virréttel. Bocsánat, a három közül a legjobb virréttel 52,6-tal, úgyhogy... Úgyhogy Warrior kinda oké. Warrior kinda clear. De igen, műszerkártyák még jobban fognak segíteni. Vű. Hát ez mi? Hát ez mi? Kinda don't. Még nem. Következő körben. Igen. Gay. Let's go. Bolod elképzelhetetlen szolárium. Az nem kevés meg egyébként. Megmererek. Hát ez most úgy kind annyira nem fogja megérni, de...
Nem, ez egy aljas lesz. Új. Szégyen. Most a Dark Bargain-t fixen el fogjuk használni. Talán. Nem fix. Mondjuk még húzhatunk egy szófa, bár mondjuk nem leszünk előbbről. Csak lesz benne egy szóbarázs. És itt a másik Dark Bargain, úgyhogy let's go. Silence nincs. Silence sosem volt. Aha. Az ami nem feltétlenül lenne szar egyébként. G-t a G-hez. Hát amúgy... Amúgy kind a G-t. Soulfire-t ide a kezembe, légy szíves. És nem. Pedig általában a Soulfire az kérésre szokott menni. Csak most az a baj, hogy kiment a két Dark Bargain. Nos igen. Oké. Okay. És benne van a Dark Bargain, akkor elméletileg, hát nyerni még nem nyertünk. Ja, de nyertünk. Van még manám. Nice. Jaj. Na? Mi van a kezemből? Az mondjuk nem rosszból, de az egy kezdőkéz. Az egy nagyon-nagyon komoly kezdőkéz. Please free. Blessings to you. I greet you. Amúgy először kiteszem ezt. Uff, Wicked Whispers, jó. Úgy mehetett volna az is, hogy kikoinálom, és akkor a következő körbe meg ez, de... Jó, jaj, ne! Iha, ezt lehet, hogy nem fogjuk megnyerni. Ezt a mérkőzést. De nem baj, rajta leszek. Az öreg Earth Flies. Jó, következő körben nagyon vad, nagyon bitang elvetemedett undorító körünk is lehet akár. De ha nem, akkor nem. Ugye? Thank you.
Hát lehet, mert tripla Yogg-Saron druid deck, majd nekem lehet. Hú, de jó ezt. Hát amúgy ez nem rossz kezdés. To be frank. Yeah, but who the fuck is Frank? Do. Mit csinál 4 manáért? My brother in the kitchen cooking stir fry. Na Dark Bargain-t, és a Dark Bargain-t viszi el. Brother. It is finished. You win. Bo! Az komoly. 2009. Amúgy még nincs olyan késő, szeptemberben. Ja, persze úgy nyitottam a telefonomat. Most hát nem úgy nyitottam, hanem lemerült. 21.08, és hanyadika van, mert azt nem látom. 15-e, konkrétan szeptember felénél legenden vagyunk, let's go. Hello, hello, szia YouTube-bob. Egye fene ezt, ebből a Warlock-ramból lehet összevágok majd egy videót.